Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Egyre többet hallunk arról, hogy a jegesmedvék életere drasztikusan lecsökken a klímaváltozás miatt. Mi most a jelenlegi helyzet ezzel kapcsolatban? Hát a jelenlegi helyzet az, hogy igazából ez a folyamat ez egyre inkább gyorsul. Tehát azok a jégmezők, amik a jegesmedve számára az alapvető élelemszerzési területet jelentik, azok egyre inkább csökkennek. Tehát a klímaváltozás, ami leginkább fenyegeti ezt a fajt, annak ellenére, hogy sok más tényezőt is föl lehet sorolni, például ugye a vadászatot, vagy a különböző ipari fejlesztéseket a sarkkörön, de továbbra is a klímaváltozás a legnagyobb probléma. Egyes előrejelzések szerint 50 éven belül eltűnhet a faj. Először az európai, illetve ázsiai területekről, legtovább valószínűleg Kanada északi részén, illetve Grönland északi részén maradhat fenn, de elképzelhető, hogy 2080-ra már ott is csak minimális mennyiségben maradhatnak fenn. Ugye ez is a napokban volt hír, hogy lelőttek egy jegesmedvét, mert ugye a turistákhoz túl közel ment, ez is az élettér csökkenés miatt van? Valóban ez is lehet egy ok. Azt azért tudni kell a jegesmedvéről, hogy a barna medvéhez képest egy sokkal agresszív ragadozóról van szó, tehát hogyha ha ember közelébe kerül, akkor a barna medvétől eltérően, ami általában igyekszik elmenekülni és nem felvállalni a konfliktust, a jegesmedve az lényegében prédának tekinti az embert, tehát nagyon óvatosan kell a jegesmedve életterében közlekedni. De valóban, tehát amiatt, hogy egy kicsit és egyre inkább ugye változik a környezet, egyre melegebb van, az emberek is egyre inkább megközelítik a sarkkört, tehát itt elsősorban azokról a ipari tevékenységekről van szó, mint például olajbányászat, vagy halászat, amit általában a felolvadó sarki tengereknél egyre nagyobb mértékben lehet folytatni, illetve a turizmus is egyre inkább kacsingat, ha szabad így mondani, az északi területek felé, tehát például a Spitzbergákon is, ami Európában a legközelebbi jegesmedve előfordulás, a Spitzbergákon is megnövekedett, tehát a vadon élő faj ember konfliktus az a jegesmedve esetében is fokozódik. Ugye azzal, hogy melegszik a klíma, Ez részben azt eredményezi, hogy a jegesmedvék a szárazföld felé húzódnak, és egyre nagyobb területen a szárazföldön is keresnek maguknak táplálékot, tehát például rénszarvasra kezdenek vadászni, vagy olyan erdei egyéb terményekre, mint például vadgyümölcsök, és ilyen körülmények között könnyen találkoznak a barna medvével, vagy a grizzlivel, ami viszont egyre éjszakabbra tud hatolni, szintén a klímaváltozás nyomán. Ennek egy érdekes következménye, hogy egyre gyakoribbak a hibridek, tehát olyan példányok, amiknek az egyik szülője jegesmedve, a másik pedig barna medve. Tehát ez egy érdekes jele annak, hogy változások történnek. Vannak olyan kutatók, akik úgy gondolják, hogy a jegesmedve előbb-utóbb tudni fog alkalmazkodni ehhez az új körülményhez, és több ábra áll táplálék bázis tekintetében, de vannak akik szerint ez nem igazán fog bekövetkezni, és a drasztikus csökkenésük az, amire fel kell készülni. Mit tudunk tenni egyébként a klímaváltozás ellen? Ugye említetted, hogy talán ez az egyik legnagyobb oka annak, hogy a jegesmedvék élettere csökken, ugye sok más tényező mellett. Hogyan tudnánk az emberek szemléletét formálni? Hát én úgy gondolom, hogy ez évtizedek alatt fog igazán hatni, tehát most már jó néhány éve halljuk, hogy van klímaváltozás, sajnos a társadalmak egy része még mindig, vagy illetve a valamennyi társadalomban az emberek egy része még mindig nem fogadja el ezt tényként. Ugyanakkor ezek a jelek, amikkel kapcsolatban akár a jegesmedve is egy szimbólum lehet, én azt gondolom, hogy egyre meggyőzőbbé válnak. Tehát ahogy a bőrünkön érezzük, hogy a klímaváltozás létezik, és a híradások is ezt egyre inkább megerősítik, egyre nagyobb a lehetőség arra, hogy a döntéshozók is komolyan vegyék a problémát. Tehát itt nyilván azt a fajta tevékenységet, ami leginkább hozzájárul a klímaváltozáshoz, az üvegházgázok kibocsátása különböző ágazatok által, ennek a csökkentése az egyik kulcs. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu